Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké mem, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy a szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: Gyermeke, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáredbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mai nap az Jézus Szent Szívének ünnepe utáni nap, és éppen ezért Szűz Mária Szeplőtelen Szívének napja. Ha az Úr Jézus szentséges szívére tekintünk, azt látjuk, lángyával átdöfött szív. Ha a szűzanya szívére nézünk, büntelensége és szeretete avakít el minket. az Úr szíve áldozat értünk, édesanyja szíve áldozatos irántunk. Miért a szűzanya szívének szeplőtelenségét emeli ki ez a nap? Mert Krisztus tükröt tart ezzel elénk, hogy meglássuk, milyenek nem vagyunk, és milyeneknek akarna bennünket látni. Ezért vállalta értünk az áldozatot. Nem felpanaszolja a múltat, hanem lelkesít a jövő lehetőségeire. Krisztus kegyelmei ugyanis éppen ezen a szeplőtelen szíven keresztül jutnak el hozzánk. A mai nap Szent két dolgot emel ki a szűzanya életének eseményeiből. Az egyik, az angyali köszöntéskor befogadta szívébe a szent lelket, és maradandó lakást nyújtott neki. Így születhetett meg az Isten fia, az ige. A másik, az igét nem csak fizikai valójában fogadta be, hanem lelkileg is megjegyzett minden szót, és szívében gyakran elgondolkodott rajtuk. Éppen ez a két dolog az, amiben követni vagyunk képesek a szűzonyát szeplőtelen szívének példáját nem tudjuk követni, mi nem tudunk szeplőtelen szívűek lenni. Az ugyanis az Úristen különleges ajándéka, és csak Szűz Máriának. De tiszta szívűek, a Szentléleknek lakásnyújtó szívűek, és őt befogadó lelkűek valamennyien lehetünk. Ezt éppen Jézus Krisztus szentsége, és a kere, vagyis a keresztség teszi számunkra lehetővé. Krisztus érdeméből lettünk Isten háza és temploma. Pontosan ezt kéri számon Szent Pálapostól a korintusi híveken. Sajnos rajtunk is megteheti. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Az igazi templom pedig Isten igéjével van telve. Vajon mennyit gondolunk mi ezzel az igével? Lehet, hogy csak egyetlen szót fogadtunk be, és az kószál az mi üres lelkünkben. Hallgathatjuk és olvashatjuk is pedig az Isten igéjét, töltekezhetünk vele. És az is nyilvánvaló, hogy minél inkább ez az ige tölti be a lelkünket, annál kevesebb hely jut benne méltatlan, fölösleges, vagy éppen megalázó szavaknak, gondolatoknak. Közelebb tudunk kerülni a tiszta szívűséghez, és pontosan ez ad lehetőséget arra, hogy az igét a maga fizikai valóságában is be tudjuk fogadni a szent áldozáskor. Ez lehet, ami igazán méltó hálánk a két szent szívnek az áldozatért, és az áldozatosságért. A tegnapi ünnepen ezt kértük, Jézus szíve alaki szívünket a te szent szíved szerint. Ma pedig ezt kiegészítjük azzal, Szűz Mária szeplőtelen szíve, őrizd meg bennünk a Krisztusi hasonlóságot, áldozatosságoddal. Amen.